Újabb segítség lehet a koronavírus válság miatt bajba jutottaknak, hogy aki év végéig munkához jut, kedvezőbb adóügyi szabályok vonatkoznak rá. Június 10-től már akkor is jár adókedvezmény a dolgozó után a cégnek, ha a foglalkoztatás kezdő hónapja előtti fél évben 3 hónapig nem volt munkája. Eddig 6 hónap munkanélküliség volt a feltétel. 2 éven keresztül a minimálbér erejéig nem kell neki szociális hozzájárulási adót fizetnie, ami 15,5%, valamint szakképzési hozzájárulást, ami 1,5%, tehát az a kettő együtt 17%, és a harmadik évben, a foglalkoztatás harmadik évében is adókedvezmény illeti meg a munkáltatót, mégpedig a szociális hozzájárulási adónak csak a felét kell megfizetnie, másik felét ugye kedvezményként tudhatja be. A vállalkozás összességében 17%-nyi közterhet spórolhat így meg. Ráadásul az adókedvezmény igénybevétele rendkívül egyszerű, nem jár túl sok papírmunkával. Ha valaki ilyen álláskeresőt foglalkoztat, ugye akkor a szokásos módon a foglalkoztatást az adóhivatal felé a 1041-es nyomtatványon bejelenti. Erről így módon ugye az adóhivatal tudomást szerez, és az adóhivatal ezt követően elektronikus úton értesíti a munkáltatót arról, hogy jár neki az adókedvezmény. A kormány számításai szerint az intézkedés 30 milliárd forintot hagy a vállalkozói szektorban, és a munkájukat elvesztők is hamarabb kerülnek vissza a munkaerőpiacra.